Mondjak egy pár szót a kapuról. Egy Kolozsvár különben is a kapuk városa. Ez nekem a kapu, az hozzátartozik a városhoz, hozzátartozik az életemhez is, mert én mindig úgy képzeltem el, ha visszagondolok arra a közel 80 évre, most már novemberben leszek 80 éves, hogy az életem olyan szegmensekre, sávokra van osztva, és ezek között, mintha kapuk lezárulnának. Ahogy itt most befordulunk a város főteléről, ez a városnak a legrégibb, Kolozsvárnak a legrégibb része, az Óvár, amelyik aztán nyugat felé a Kandia negyedbe, Kandia nevű részben folytatódik. És ennek pontosan a tengelyben áll a Mátyás szülőház, jobb oldalán pedig a Bocskai szülőház. Sose gondoltam volna, hogy valamikor itt fogok tanítani. Na most az 1989-es rendszerváltás után már lehetett bizonyos tantárgyakat a képzőművészeti főiskolán is tanítani, mert a 80-as évektől kezdve teljesen eltűnt a magyar nyelv az egykori Magyar Művészeti Intézetből, később amely egyesült a Román Intézettel, és utána a magyar nyelv folyamatosan eltűnt belőle. De azt sajnálom csak, hogy erdélyi művészetet románul sehol nem tanítanak. Tehát aki bele akar kezdeni román művészettörténészek, elő kell kezdje az egészet, és nincs mit kezdjen vele. Azt a környezetet nem tudja leírni, nem tudja visszaadni, a levegőbe lóg az egész. Én azért hiába próbálom megmagyarázni, mert ezt nem lehet megmagyarázni, ha nem kezdted az ABC-től. László V. Ferenccel voltunk ketten munkanélküliek, ő mindig hangsúlyozta, hogy én vagyok a fiatalabb, mert 6 hónappal hamarabb született, szegény 7 éve már nincsen közöttünk. És jártunk fel a korunkhoz, és a korunk szerkesztősége előtt volt egy kicsi szoba, egy kis ablakkal, ott volt Deák Tamás, aki az Új Életnek volt a szerkesztője, néhányan még talán emlékeznek rá, és ő mindig megállított, és nekünk mit hoztatok. Na most László Ferenccel beszélgetve, ő azt mondta, hogy ő azért elkötelezi magát, és egy rendet vág a zenetörténetbe, Bartók kutatásai mellett az erdélyi zenetörténetbe. Én pedig azt mondtam, hogy na jó, akkor én rendet fogok vágni a képzőművészet történetbe, ami még kevésbé, sokkal kevésbé volt feldolgozva, mint az erdélyi zenetörténet. Nekem eddig 54 könyvem van, ezt azért jegyeztem meg, mert Szűcs György, a kedves kollégám, a pesti kollégám, a Nemzeti Galéria főigazgató helyettese mindig azt mondja, amikor Pestre jövünk, évente általában 4-szer jövünk 2 hetet, mindig azt mondja, hogy na, meghoztad az ehetit. Hát most már kijön az eheti, mert egy évből 54 hét van. Én azt hiszem, hogy Kelet-Európa legszebb belső tere, ez a refektórium. Itt mentek fel a barátok közül azt, aki az ebédlőteremben onnan fent imádkozott. Ott volt előtte a könyv, és itt álltak a hívek, és nagyon szépek ezek a gyámkövek, amelyek az íveket tartják. Nézzük meg, legalább próbáljunk meg rápillantani a képtár termeire. Hétfő van, nem biztos, hogy beengednek.